Az Ez itt a kérdés stúdiójában Horváth Szilárd. A nemzeti identitás eltörlése, új világkormányzás, globalista világrend. A világgazdasági fórum ezeket a célokat tűzte zászlajára a davoszi konferencián. De vajon mit tud tenni egy szuverén nemzetállam az ultraliberális kommunizmussal szemben? Ez itt a kérdés. Tartsanak velünk! Érkezik hozzánk Megadja Gábor eszmetörténész, aki szerint az összes zsarnokság közül a jó szándékkal kikövezett a legrosszabb. Velünk lesz Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója, aki úgy látja, minden kulturális lazítás, amit lenyeltünk, visszaütött. Elég az idővesztő önállításból. A virtuális térben nincs múlt se jelen se jövő, csak az, ami ott létezik. Ezt már Bauer Béla, a Századvég vezető kutatója vallja. Aztán itt lesz velünk Fritz Tamás politológus, aki szerint a világpolitikai és társadalomtudományi elemzések szerves részévé kell tenni a globális elit intézményeit és tevékenységét. Szeretettel köszöntöm nézőinket a képernyők előtt és vendégeinket a stúdióban. Jó estét kívánok mindenkinek. Jó estét. Kicsit több mint egy hónapja már belekaptunk ebbe a témába akkor vendégeink, akkor Gulyás István műsorvezetésével megállapították azt, hogy a világgazdasági elitje kilépett a fényre a terveivel, amelyek a következők. Egy, a világkormányzás létrehozása, ahol a hatalom egy szűk elit kör kezében összpontosul. A rendszer a multinacionális gigacégek uralmára épülne egyébként. Az új rendszerben a nemzeteket alávetik, ez a második, a nemzettudatot kiiktatják, ezzel kozmopolita világpolárokat képeznek egyébként. A papírpénz megszűnése, digitális pénz lenne az általános, bárki letiltható, azaz anyagilag ellehetetleníthető. Négy, a magántulajdon fokozatos megszüntetése, mindenkiről gondoskodnak persze, de hát ezt megfelelő viselkedéssel ki kell érdemelni. Aztán öt, a globalista elit a demográfiát is csökkenteni, megteremtenék a digitális azonosítást, azaz chip kerülne az emberek bőre alá. Továbbá a tervek között szerepel a sajtószabadság. Hát nyugodtan mondhatjuk, hogy megszüntetése, a média ellenőrzése, a nem megfelelő hírek kiszűrése és az újságírók kirekesztése, mármint az ezeket a nem megfelelő híreket író újságírók kirekesztése. Hát erre látunk már ma is bőven példákat. A vallások összemosása, a világvallás létrehozása, család felszámolása, a tudásátadás, ugye erről is beszéltetek itt a stúdióban, más kézbe vétele, és a közösségek szétszedése és egy elszegényített és engedelmes tömeg létrehozása. Na, akkor innen indulunk. Már nem rossz alap egyébként, tehát elég magasra tettük a lécet, és akkor innen olvasok egy idézetet. Azt mondja David Rockefeller, 1991-ben, 101 éves korában halt meg, és azt mondta előtte, hogy hálásak vagyunk a Washington Postnak, a New York Timesnak, a Time magazinnak, és más nagyszerű kiadványoknak, amelyek igazgatói részt vettek találkozóinkon, és tiszteletben tartották titoktartási fogadalmainkat, ez azért újságoktól szép, majdnem 40 éven át lehetetlen lett volna számunkra terveink kibontakoztatása a világ számára, ha kilettünk volna téve a nyilvánosság reflektor fényének ezen évek alatt. Most meg mégiscsak kiléptek ezekkel a tervekkel a nyilvánosság elé. Miért? A titoktartás használt? Egyrészt használt nekik természetesen, mert a terveik azok évtizedekre nyúlnak vissza, hosszú évtizedekre nyúlnak vissza, tehát egyfajta világkormányzás elképzelés az már nagyon régi ebben a globális körben. Szerintem összefügg azzal, ami körülbelül 100 évvel ezelőtt történt, hogy létrejött néhány nagy bankár dinasztia, tulajdonképpen főleg az Egyesült Államokban, de Európában is, amelyik olyan mértékű vagyonra tett szert, ami tulajdonképpen olyan hatalmat biztosított számukra, amire korábban már nem igazán volt példa, és ebben a történetben nagyon fontosnak tartom a Fednek a létrejöttét. Tehát ugye 1913-ban hát Ernst Wolf német alternatív közgazdász szerint 8 nagy bankár család, a természetesen Rothschildok, Rockefellerek és még lehetne sorolni a neveket, lényegében elintézték azt egy kreált válsággal,
hogy létrejön a Federal Reserve, a Fed, mint jegybank, mint az Egyesült Államok jegybankja, de magánkézben. Tehát magánbankként. Tehát gyakorlatilag magán bankárdinasztiák birtokolják a jegybanki funkciókat a Feden keresztül, a mai napig így van ez. Na most ez ugye az Egyesült Államoknak a súlyát nem kell külön bemutatnom a világban, 100 éve mondhatjuk azt, hogy elég folyamatosan ugye uralja a helyzetet, és az Egyesült Államok jegybankjának a hatalma ereje a pénzügyi folyamatokra nézve természetesen óriási, és ezt mint magánbankár dinasztiák irányítani tudják. Azonban ezeket a célokat, tehát amik bennük megfogalmazottak, hogyha ilyen hatalommal rendelkezünk, ilyen pénzügyi hatalommal rendelkezünk, akkor ezt a politikában is meg kell jelenítenünk, tehát létre kell hoznunk egy olyan kormány, egy világkormányzást, amit mi uralunk, hiszen megvannak hozzá az eszközeink. Ezt azért ők is tudták, hogy ez nem megy olyan egyszerűen. Ezt fokozatosan kell kiépíteni, és nagyon sokáig nem szabad a nyilvánosság elé tárni, mert természetesen óriási ellenállásba ütközik. Azonban most az utóbbi 30 évben azt látták, azt vették észre, hogy kialakult egy olyan szituáció a válságok kora, és egy bizonyos értelemben, ugye 91-ben van ez a nyilatkozat, egy egypólusú világrend, amit ők uralnak, akkor úgy tűnt legalábbis 30 évvel ezelőtt, hogy eljött az idő, hogy most már napvilágra lehet jönni ezekkel a dolgok, ami jól elő van készítve, meg lehet indítani ezt a folyamatot. Mi az előkészítés? Ugye az előkészítés ennek talán a társadalom átdolgozása volt. És tényleg, ha visszatekintünk, akkor azt látjuk, hogy végső soron egyfajta rendszer létezik a világban, ez pedig az élet továbbadásának a hagyományos rendszere. Ez egy hosszú évezredek alatt felépült igazi társadalmi struktúra, keretrendszer, a mindenféle kulturális és egyéb dologgal. És az, amit ma a liberális rendszernek látunk, vagy ők láthatni szeretnének, az valójában ennek az egyedül létező rendszernek, amit utólag konzervatívként bélyegeztek, hogy az embereket elszakítsák tőle, ennek a folyamatos rombolása. Tehát amit látunk, hogy liberális rendszer, az valójában a konzervatív, régi, ősi, az élet továbbadásának a eredeti rendszerének a romjai, a különböző romok, amit csináltak. És ezeket a romokat úgy gyártották le, hogy mi, akik normálisan gondolkodtunk 100 évvel, 50 évvel ezelőtt is, ahogy a őseink, a saját szemük láttára soha nem vették komolyan, hogy baj lesz belőle. És amikor jöttek ezek a lazítások, hogy akkor szexuális forradalom legyen, akkor azt mondták, hogy hát nem lesz ebből akkora baj. Amikor jött később az, hogy a gazdaságban ugye el kell, ugye az aranysztenderttől vegyük el, ebből se lesz akkora baj. De amikor jöttek a különféle betűkombinációknak a védelmében, először a védelmében, utána meg már az uralma alá akarták hajtani a világot, akkor még mindig azt mondták, hogy nem lesz ebből baj, hát a világ többsége normális. Most sem vesszük komolyan a vegán propagandát például. Nem lesz ebből baj. És az egészet így néztük végig, és talán most azért álltak elő ezzel a tervvel, mert a felnőtt már ugye nem több nemzedék óta tart ez a, ugye ők három ilyen dolgot csinálják, ez a lassú vízpartot most, ugye ez volt az első technikájuk. Lassú víz, ez a csöndben szépen. És úgy, nem lesz, mi megmondtuk, hogy nem lesz ebből baj, hát az emberek normálisak. Utána jött az, hogy a kutyák ugatnak, de a karaván halad, ugye? És akkor elkezdtünk egy picit ugatni, de mondták, hogy a kutyák ugatnak a karaván magukban. Most meg már a késő bánat ebb gondolat ugye kategóriájába kezdünk eltesni, hogy érezzük, hogy ez mind igaz volt. Mert amit felsoroltál az elején, az azért fura, mert ezelőtt még 3 évvel, ha felsoroltad volna, akkor azt mondták volna, hogy te egy ilyen nem tudom milyen sisakos ugye összeesküvés elmélet hívő vagy, de ez ma egy nyilvános tervnek a része, amiről társadalmi diskurzus zajlik, és hogy hová akarok kiukadni. Ők a társadalmat, leginkább a nyugat-európait és az amerikait éretnek látják arra, éretlennek látják arra, sokkal jobban kell fogva, éretlennek, elég éretlennek látják arra, hogy előállassanak, illetve átdolgozottnak, felkészítettnek látják, és úgy látják, hogy nyugodtan előállhatnak, mert ebből már visszaút nincs. Tehát ezért kell nekünk észbe kapni és beszélni erről, mert azért nyilvános, hiszen a városi tömegek, akik ki vannak szolgáltatva a pénznek, nem tudnak önmagukat, nem tudják megetetni, nem tudják megtermelni a saját ételüket, hogyha kifosztják a tartalékaikat, és utána enni akarnak, akkor bármire hajlandóak lesznek. És ezek a tömegek ráadásul ideológiailag is értékrendileg szét vannak szincálva, ideológiailag fel vannak, ugye át vannak mosva,
és most már nem félnek, most már azt gondolják, hogy nincs visszaút, és egyedül Kelet-Európa lehet egy kérdés, hogy vajon mi mit kezdünk. Nyilván a világnak lehetnek más részei, de ezt még nem látjuk át, hogy kik lehetnek azok a szövetségesek. Na, mert a világnak azért vannak más részei, Afrika, Kína, India, azért róluk majd beszéljünk egy kicsit később, de amit elmondtál, az nekem azt a tartalmat is sugallta, hogy aki a természettől el van szakítva, az képes ilyen gondolatnak alávetni magát. Az a függetlenségétől van elszakítva, tehát a cselekvőképességétől van elszakítva a városi ember. Hát elmondtak az urak, nekem inkább ilyen pontosítások jutnak most eszembe. Egyrészt, amikor nincsen tudásunk, amivel ellenőrizhetjük a dolgokat. Azt mondják, hogy mennyire korszerűtlen ez a poroszos, lexikális tudás. Lehet, hogy az, de hogyha valamit mondanak, csak ennek a mentén tudom ellenőrizni annak valamennyire a valóságtartalmát. Minél többet törölnek belőlünk, annál inkább szűkül az a terület, amit ellenőrizni tudunk. Én azt gondolom, hogy számomra az elmondottakból két dolog emelkedik ki fontosságban. Az egyik az, hogy ez az agymosás, amit én nem általánosítanék, ugyanis minél több ebben gondolják azt, hogy magas tudással rendelkezik, emeljük fel az iskolai végzettségeket, és akkor mennyivel jobb lenne, és akkor elhiszik az emberek, hogy ezek valódi tudások, amelyeknek az alkalmazását nagy részt a diplomával rendelkezők nem is tudják, elméletben tudják, és elhiszik a tudásukat. Na most ezt az elhitt tudást nagyon könnyű törölni, ahogy a virtuális pénzt, a virtuális gondolkodást is. Ami a virtuálisban fönt van, az eltörölhető, ami megvan, tárgyiasul, például egy könyv, az ott van. Ahogy ott voltak azok a tárgyak, amelyek a népi kultúrából, vagy épp a természet népek kultúrájából ott maradtak. Történetek kapcsolódnak hozzá, és ezeket a történeteket egyfajta transferként adták tovább. Na most ezek azok a dolgok, amelyek a virtuális térben bármikor törölhetők, és ellenőrizhetetlenek. Gondoljátok el a különböző közösségi megosztó funkciókban már benne van, hogy 30 másodperc múlva, 30 nap múlva automatikusan törlődik. Tehát nem is tud ellenőrizni, nálad. Hogy ezt valaki mondta nálam. Hát na. Máshol nem biztos, hogy törlődik. Ez a lényeg, hogy elhiszed azt, hogy ez törlődik, tehát nyugodtan mondhatod, vagy jön veled szembe. De a te adataid is bármikor törölhetők. De amint te mondasz, bocsánat, csak nagyon fontos a praktikus tudás ebből a nézők számára és a fiatalok számára, hogy a könyvtárakat meg kell tartani. Meg kell tartani, mert azt nem lehet törölni, és bármikor vissza lehet nyúlni értékrendhez, szemléletmódhoz, érzelmi töltethez. Törölni nem lehet, de bármikor el lehet égetni. Igen, de vagy értéke van a könyvtárnak, persze, az onlinehoz képest is. Persze. Na most itt bocsássák, Gábor, és bár is átadom, szóval csak ide tartozik, hogy valóban mennyire aktuális gond ez, hogy ugye a Világgazdasági Fórumnak van egy fő tanácsadója, ezt a bizonyos izraeli történész Harari-nak nevezik, előző műsorban is beszéltünk róla, és ez a Harari 2020-ban tartott egy könyvbemutatót, fiataloknak írt egy könyvet, és Bolognába tartott egy könyvbemutatót, és ott arról beszélt, hogy gyakorlatilag neki az a célja, meg a Világgazdasági Fórumnak is, ugye Klaus Schwabbal és a többiekkel, hogy a gyerekek fejéből kitörölje a múltat. Mert hogy nincs szükség a múlt is tudására, mert egy új korszak, új ismeret, új világ kezdődik. Fontos felismerésem van. Harari nem olvas Csóri Sándort, aki világosan kimondta, hogy a múlt nem mögöttünk van, hanem bennünk. Igen. Hát nyilvánvaló, és ez a célja ennek a dolognak, hogyha tényleg az emberi tudás, az emberi kultúra, az emberi normák, magatartásmódok, az emberi erkölcs mind a múltból jön. És a könyvekből jön, természetesen. Nem az internetes rövid információ dömpingből, amit jól mondtad, hogy jönnek, mennek ezek az információk, és elfelejti az ember, mert képtelenség követni. Bocsánat, ne becsüljük alá az agymosásnak a hatását, mert én a férfi-nő szövetség megerősítésével foglalkozok, és ez például régóta támadás alatt áll, és a legnormálisabb értékrendű emberek is ugyanazokat a paneleket nagy félelemből visszamondják, amikkel átmostak bennünket, és meglepődök újra, meg újra, hogy alapvetően el is hitték. Tehát azok a fiatalok, akik erre készítenek, egy idő múlva tényleg elhiszik, és ez a probléma, hogy
úgy mosnak át bennünket, hogy a normális emberek is tele vannak ilyen panelekkel, és utólag kellene valahogy kigyomlálniuk, de nem ismerik meg fel már őket. Ugye? És ez amiatt vagyunk előkészítve. Tehát ők úgy gondolják, hogy ez primán szerintem mérik. Tehát gondolod, hogy politikai döntést sem hoznak ma Magyarországon úgy, hogy minden nap meg nem érnék több ezer emberen, hogy az a szó mit vált ki az emberekből, az a téma kit érdekel, melyik ügyet mennyien támogatják. Tehát ha itt mérik folyamatosan, akkor ott meg biztosan hihetetlen tömegméréseket végeznek, a big data elemzésekkel még inkább, és ők pontosan tudják, hogy mi milyen állapotban vagyunk. És az út végjátékot készítik elő, tehát nincs már olyan sok időnk még lamentálni, meg így. Nyilván, hogy mit kell csinálni, ez egy másik kérdés. De van egy dátum, ugye 2030. 30, pontosan. Ugye, ez egy a könyvben leírt dátum? Ez tehát a Schwab, Klaus Schwabéknál, ez többszörösen megjelenik. Ez a bizonyos grid resetben, ez le van írva például. De már korábban mondták, is jobban haladnak, mint tervezték, tehát hogy előrébb vannak már a terveikkel, mert gyorsabban tudnak haladni. Mondjuk azért a Harari is könyvei miatt lett híres, tehát mennyire használja a hagyományos technológiákat, de egyébként, hogyha valaki elolvassa a Harari könyvét, most elsősorban ugye a Homo Deusra gondolok, tehát ez az ember megistenülése, ez ugye ez egy régi vágy, és én azon gondolkoztam, hogy az, hogy nyilvánosságra hozták ezt a dolgot, az ugye önmagában azzal nem magyarázható, hogy mondjuk bankárcsaládok hatalmat akarnak, mert hogyha a bankárcsaládok ezzel állnak ki, hogy sziasztok, mi vagyunk a nem tudom én 12 leggazdagabb bankárcsalád, és szeretnénk hatalmat, akkor azt mondja mindenki, hogy ne szórakozzatok már. Nyilvánvalóan nem, tehát hogy valami vonzó ajánlatnak kell lennie mögötte. És ez egy nagyon régi iskola szerint, tehát hogy a középkorban már, meg az ókorban is a korai eretnekségek ezt képviselték, ugye, hogy meg tudunk szabadulni a tökéletlenségeinktől, kiszámíthatatlanságunktól, tehát amire mondjuk a hagyományos keresztény katolikus tanítás mondjuk azt mondja, hogy hát ilyenek vagyunk sajnos, Isten kegyelmére vagyunk szorulva, stb. Arra azt mondták az eretnek, hogy nem, mi ezt meg tudjuk oldani magunktól, meg tudjuk váltani saját magunkat emberi erőfeszítések által. És szerintem ennek egy új verziója az, tehát hogy valamilyen vonzó ajánlatot kell arra tenni, hogy nekünk nincs szükségünk ezekre a dolgokra, ugye Harari-nál nincs szükség Istenre, nincs szükség a vallásra, az már egy ilyen olyan történetmesélés, ami már a múlt és nem érvényes, hanem mi ezt az egészet meg tudjuk oldani. És az az érdekes az egészben, tehát hogy itt valójában itt a lelkek is meg vannak gyúrva, tehát nem csak arról van szó, hogy majd mi adunk enni, mi vagyunk a központi elit, és ha mástól nem kapsz, akkor majd mi adunk enni, hanem ilyen terapeutaként viselkednek az emberekkel szemben, tehát hogy a lelkeket is ők fogják gondozni. Ugye amiről senki nem beszél, ilyen például, tehát lehet azt mondani, hogy a család, ugye a családot úgy kezdték el támadni, hogy családon belüli erőszak, bántalmazások, mindenféle pszichés problémák adódnak abból, hogy mit tudom én, az apuka szigorúban rászól a gyerekre, stb. És akkor azt mondták, hogy ez csodálatos dolog, hogy az emberek felszabadulhatnak a család fogsága alól, és akkor most meg az Egyesült Államokban ma divatos téma az, hogy elmagányosodás. Hát hogy miből jött létre az elmagányosodás? Csak úgy az emberek elmagányosodtak, vagy arról van szó, hogy ugye családok egy kicsit szétestek, tehát mondjuk kicsit durvábban, mondjuk bizonyos közösségekben, fekete közösségekben, mondjuk ez az egyik legnagyobb probléma, ugye, hogy a feketék többsége azt sem tudja, hogy ki az édesapja. Tehát amikor erről beszélünk, hogy az elmagányosodás, és akkor nem azt mondják, hogy a megoldás az, hogy hát lehet, hogy mégiscsak családokban kellene élni, meg egymás között erősíteni a kapcsolatokat, hanem azt mondják, hogy hát majd terápiával kezelünk mindenkit, meg rendbe hozunk meg. Ha van szóma, tehát hogyha van ellátás szómából, akkor minden rendben lesz. Ugye valójában azt a fajta utópiát követik, ugyanis ez most már 150-200 éve az egyenlőségnek a társadalmát akarják létrehozni, hogy minden ember egyenlő. A világ proletáriai egyesülnek, és akkor a közös, óriási egy nagy közösségbe, ahol eltűnnek a nemzetek, eltűnnek a vallások, eltűnik minden, és akkor mindenki nagyon boldog lesz. Ugye és az a problémájuk, hogy ők nem a vége, tehát van a végeredményben való egyenlőség, meg a lehetőségben való egyenlőség. És amikor azt mondják, hogy kvóta szerint kell több nőt a vezetésbe kvótaként, akkor ők a végeredményben való egyenlőséget akarják például a férfinő dologban. A lehetőségben való egyenlőség az lenne, hogy bontsuk le minden akadályt, és mindenkinek legyen szabad, mindenkinek legyen lehetőség, aki oda jut, az oda jut. A képességei ugye? Szerint. És hogy nem a lehetőséget, hanem a végeredmény egyenlőségét, ha ők meg akarják teremteni, akkor ezt
nagyon nehéz valamilyen szinten megteremteni. Tehát ugye, mert mindenféle szellemi képességgel jönnek létre, születnek emberek, mindenféle ugye, településeken, mindenféle családokból, mindenféle esélyekkel születnek emberek, és ezért például vagyoni egyenlőséget, vagy másfajta ugye, hozzáférési lehetőséget, ha 10-es szinten húzod meg, akkor azt nagyon nehéz, mert lesznek a 9-esek is, meg 28-asok is, és az nem jó, és bármit meghúzol 5-ös, 8-as, 20-as szinten, azt nem lehet betartani. Ezért a nullán lehet ezt megcsinálni. Tehát ez nagyon fontos. Ez a nivellálás a nullán lehetséges, hogy akkor senkinek ne legyen semmije, hanem majd ezt majd ők elintézik a terapeuták. És ez egy nagyon kemény kérdés, hogy ők ellenállásra azért számítanak, és föl vannak készülve, mert a Big Tech, ugye amire mi rászoktunk, és annak az egész megfigyelő rendszere, ezt meg a bankszámlapénz, meg az, hogyha betiltják a mezőgazdaságnak a természetes részét, ami abszolút folyamatban van, nem csak az állattenyésztés, hanem hogy otthon a kiskertetben sem szabad, most már ugye Hollandiában ezek a törvényi szinten vannak, hogy a kiskertetben sem szabad neked zöldséget termeszteni, de ha netán termesztesz, akkor olyan súlyos egészségügyi kockázatnak vagy kitéve, hogy magad nem értesz, az nagyanyám se értett a paradicsom termesztéshez, mint szakember, de hát mégiscsak meg tud tenni, de ha megtermelted magadnak, a szomszéd végképp nem adhatod át, mert az már egy potenciális gyilkosság, ugye, hogy te átadtad, és ezek törvényileg tilosak, ugye? Tehát, vagy a disznók, most ugye van egy nagyon jó barátom, aki a Hortobányon legelnek, vagy rideg tartásra vannak a mangalicái, és visszavették Magyarországon. Magyarországon visszavonták az ovális pecsétjét. Azért, mert neki bezárt, mindenféle kórokozótól védett helyen, zárt helyen kellene tartani a disznót. Az, hogyha valaki kint van, az óriási kockázat. Ezek ugye, ezek Európai Uniós direktívek, amik ránk vannak erőszakolva, hihetetlen kemény, ahol tartunk, és ezt mindenki ugye azt gondoljuk, hogy ki tudja, mikor lesz. Ez itt van. És itt a másik probléma az, hogy ez az elit, tehát mondjuk induljunk ki abból, hogy természetesen a világ valóban küzdik problémákkal. Tehát nagyon komoly konfliktusok vannak a világban, klímaproblémák vannak, bár erről is külön kéne beszélnünk, hogy az mitől ered, hogyan ered, stb. Gazdasági válság van, pénzügyi válság van, migrációs válság van, és most háború van, és erről majd szeretnék veletek most beszélni. Oké, és lényegében arról van szó, hogy valóban ezekkel a konfliktusokkal foglalkozik el, valamilyen szinten látszik, hogy a világ bajban van. Na most az viszont mégsem megoldás, hogy fogja magát egy globális elit, egy szűk kör, amelyik azt mondja, hogy hát tulajdonképpen mi vagyunk erre, vindikáljuk a jogot magunknak, hogy majd ezt mi megoldjuk. A mi receptünk szerint, tehát társadalom mérnökösködő módon mi oldjuk meg. Tulajdonképpen megszüntetik a demokráciát, mert nem engednek beleszólni senkit ebbe. Egyszerűen ránk ezekkel a nagyon módszeres eszközökkel, amiről beszéltél, évtizedek alatt ránk belénk vetítik ezeket a megoldási formákat, ezt az új életformát, amit én úgy neveznék el, hogy a homo globalicus. Tehát létre akarják hozni a homo globalicus, a globális embert, megszabadítva a nemzettudattól, amit ők nagyon károsnak tartanak, a családi, a nemi identitástól, a történelmétől, a múltjától, erről beszéltünk, a vallási identitásától, és így tovább. Ők azt mondják, és szerintem abból indulnak ki, hogy abban ők élnek már. Tehát van már egy ilyen globális létmód, tulajdonképpen belegondoltok, tehát van egy ilyen globális kör, amelyik úgy él, hogy röpköd a világban, angolul beszél, ugyanazokban a helyekre megy el, ugyanazokról beszél, a bárkivel találkozik, nem tudom én, Tókiótól, Washingtonig, ugyanolyan módon cselekszik és él, és ezek az emberek, tehát ezek a nagyon-nagyon gazdag bankárdinasztiák, gazdasági emberek, gigacégek vezetői, big tech cégek vezetői, vagyonkezelő intézmények, stb. Ezek a saját létmódjukból indulnak ki, mert ők már fölötte vannak tulajdonképpen, egy másfajta létmódot élnek, és ezt akarják kivetíteni az egész világra, hogy éljetek ti úgy, mint globálisan éljetek. Hagyjátok el ezeket. Bocsánat, elő is készítették, mert ugye a Think Global Act Local, ugye, ez azt jelenti, hogy nekünk nem azt az életmódot akarják átadni, hogy mi is repkedjünk a világba, és ugyanazt csináljuk, mint ők az ötcsillagos szállodákba, hanem nekünk az abszolút röghözkötést akarják adni, hogy act local, ugye, ők a think global, ugye, tehát a gondolkodj globálisan, de cselekedj lokálisan, tehát ebben a zöld őrületben ugye meg fognak fosztani bennünket attól, hogy mi a gépkocsijainkat magántulajdonba tartsuk, majd a közösségi gépkocsival, ha hozzáférünk, mert nem veszi el valaki előlünk, akkor bizonyos körzetben lehet járni majd a
zöld ügyből kifolyólag a lakóhelyet körül, és hogyha el akarsz menni a horvát tengerpartra, akkor legalább egy évi béredet oda kell adnod, mert az szörnyű környezetszennyezés lesz, ugye ma is el lehet menni, és akkor, tehát ott fogjuk nézni majd, hogy hát a tavaly előtt még el tudtunk menni, és senki nem halt meg, most már még teljesen tilos lesz egy idő múlva, tehát hogy abszolút be akarnak zárni, hogy az alapjövedelem az arra lesz elég, ugye, hogy a helyi étterem, bocsánat, étterem, a helyi közértig el tud menni, és megvedd azt a gyári ételt, mert ugye a természetes ételeket be akarják tiltani, mert az is, tehát az ételen és a pénzen keresztül fognak, az ételen és a bankszámla pénzen keresztül tudnak még a végén fogni, és abszolút helyhez kötnek. És ez az érdekes, hogy ők, ez egy ilyen dupla perspektíva. Igen, egyébként igazad mérce. Van, úgy legyél homoglobalikus, hogy élj egy lakásban. Maradj otthon. És igen. Ne törődj semmivel, és senkivel. Maradj otthon, nézzél tévét. Igen. Tehát, de ez valójában egyébként mégiscsak valamifajta globális létmód, mert ugye ugyan egyforma leszel mindenki. Minden. Hát behozzák a lakásba. Ne menj sehová, és mindenki home office-ba, és ne érintkezzél emberre, az ugye a vírus kapcsán már elkezdték csinálni. Tehát, nem véletlen, hogy ugye a svábék ezt tekintették nagy lehetőségnek, hogy itt van a Covid-járvány, és akkor most el lehet kezdeni ezt reklámozni, hogy akkor gyakorlatilag te csak interneten keresztül érintkezzél emberekkel, és csak akikkel együtt élsz, még azokkal esetleg maradjál egy lakásban, és ennyi. Igen, mindent megrendelhetsz az interneten, ennyi a kapcsolatod de a külvilágban. Annyira aktuális ez a dolog, hogy szeptember 14-én a WEF, tehát a Világgazdasági Fórum tartott egy külön összejövetelt, és ott tulajdonképpen megfogalmazták azt, hogy lényegében véve kell egy globális kreditkártya, tehát ez egyik dolog. Tehát lényegében véve, ugye, amiről a bevezetőben szerkesztő úr említést tett, hogy az egyik nagyon közvetlen veszély ez a bizonyos papírpénz megszüntetése, és egy világkártya létrehozása, ami látszólag nagyon csodálatos dolog, hogy a papírpénz megszűnik, de valójában a legnagyobb és legközvetlenebb veszély a szabadságunk szempontjából. Ez az egyik. És a másik pedig, hogy beszélnek arról, és itt térek vissza, amit mondtál, hogy lényegében megfogalmazták, hogy ez a vakcinával kapcsolatos korlátozások kitűnő főpróbái voltak a további emberek mozgás szabadságának korlátozása szempontjából, és most már ugyanitt ezzel a szeptember 14-i fórumon elkezdtek beszélni a Mike Carbonról, tehát még egy kártyáról, amelyik lényegében ugye abból indulnak ki, hogy a járványok azok továbbra is folytatódnak. Ezt úgy feltételezik. Nem tudjuk, miért feltételezik, de valahogy ebből indulnak ki. Valamiért Bill Gates ebbe fektet be, tehát valami oka csak van. Hát ezek okos emberek. Bill Gates tartja el a WHO-t, például csak egy ilyen egyszerű dolog. Tehát itt iszonyatos. Tehát ezek okos, előrelátó emberek, mert talán ők csinálják ezt a dolgot. Tehát a lényeg, hogy egy olyan karbon kártyák is legyen, ez ugye a digitális pénz mellett, amelyben viszont majd a mozgásszabadságunkat korlátozzák, és különböző szabályokhoz kötik, hogy hogyan, merre mehetünk, stb. Ugye Kínában ennek már a gyakorlata kezd kialakulni, mindkettő egyébként, és ez azért érdekes, mert egyébként Kína a Világgazdasági Fórumban komoly szerepet játszik. Tehát például Jack Ma nevét hagyd mondjam, hogy az Alibabának egy világ egyik leggazdagabb embere. Ott van benne a WEF-nek a Világgazdasági Fórum vezetésében. Sőt, hogy mondjak egy érdekességet, ez a Klaus Schwabnak a fia képviseli a kínai érdekeket a Világgazdasági Fórumon belül. És ez azt jelenti, hogy amit Schwabék itt elgondolnak ebbe a Great Resetbe, annak egyfajta előképét látják már a kínai megoldásokban, amely tulajdonképpen az emberi szabadság megszüntetését jelenti. Azzal, hogy már tulajdonképpen ott már nincs is papírpénz valójában. Ez is beszólok, de azt gondolom, hogy bennünket is arra késztetnek ezek a gondolatok, hogy beszédcselekedjünk. Tehát ahelyett, hogy valós cselekvésbe menjünk, elbeszélgetünk dolgokról, igazából nem mondunk semmi olyat, amit ne ránk kényszerítenének ezek a gondolatok. Tehát amit Imre az előző alkalommal említettél, hogy valamikor cselekedni kéne, de mit? Beszélünk róla. A beszédcselekvés szintereje azok a kocsmák, mert érintettük egymást. A virtuális térben is tudunk beszédcselekedni, csak éppen nem tudjuk mérni, hogy ezek milyen hatással bírnak. Elmondhatunk történeteket, elmondhatunk általunk megélt, átért, átgondolt eseményekről véleményeket. De ezek beszédcselekvések, és azt gondolom, hogy azok a módszerek, amelyeket köthetjük a Covid-hoz, amelyeket az elmúlt 2-3 évben kikísérleteztek rajtunk, egyfajta emberkísérlettel, azok működnek.
hiszen nem tudunk fölmutatni valamit, hogy ezt ne így csináljuk, hanem elmondjuk, hogy hát mi ezt gondoljuk erről, ez történik, de milyen cselekedet. Tehát azokat a dolgokat, amelyeket 150-200 évvel ezelőtt a cselekvési terek, amik lokálisak voltak, működőképessé tettek. Most az, amit említett a globális és lokális között, ott a glokális, amit bemérni se tudunk, mert nem tudom, hogy meddig terjed az én glokalitásom. Tehát igazából ez a téridő az, ami bennünket megköt. Tehát amikor Tamás arról beszélsz, hogy ilyen és ilyen dolgok történnek, ezek a beszédcselekvés szintén nagyon fontosak. De mit tehet az, aki ezeket a neveket nem ismeri, nem olvas, nem tudja hova tenni, nem tud cselekedni? Egy mondatot, ha megengedsz. Annyi, egy picit vitatkoznék veled, hát, hogy szerintem a globális elittel kapcsolatos, vagy globális háttérhatalommal kapcsolatos tényeket, információkat most az elmúlt 1-2-3 évben kezdjük a nyilvánosság elé tárni. Tehát egy ilyen... A világban is, Tamás, ne haragudj, hogy közbevágok, de a világban is, tehát mert mi Magyarországon ezt megtesszük, ugye sajtószabadságban tudjuk csinálni, de azért azt látjuk, hogy a világban azért a sajtót jelentős részben leuralta az a, most nem minősítem, de leuralta egy nézet. És nagyon nehéz abból kibújni, talán a közösségi oldalakon, hogyha van valami rés rajtuk, akkor ki lehet. Abszolút erről van szó. David Rockefellert említetted, hát nem véletlenül mondta 91-ben, amit mondott. A médiát a birtokukba vették. Tehát olyan egyértelmű tulajdonosi, koncentrált tulajdonosi háttérrel rendelkeznek a nagy média birodalmak, hogy az elképesztő, és mind a kezükben van tulajdonképpen, csak kivételek van. Ez a kijelentés, ez nem emlékeztet titeket valamire kisebben, tehát hogy egy hajdani magyar miniszterelnök mondta, hogy behívni a vezető újságok vezetőjét és egyeztetni velük a történéseket. Hát de a véleményeket, nem? Igen. Na mindegy, csak így megegyeztem. Azért mondd ki a nevet, légy szíves. Tehát, hogy csak befejezem, ahogy... A Feri, bocsánat. Na, hogy csak befejezem, amit akartam mondani, hogy szerintem most van egy ilyen eredeti információ felhalmozási szakasz a globális elit működésével kapcsolatban, tehát ez azért cselekvés. Tehát igen, ezeknek a tájékoztatás a világban, és igaz, egyébként csak, ez csak már önmagában gondolom, cselekvés. Azt gondolom, hogy a beszédcselekvés lehetőséget teremt arra, hogy cselekedjünk. Tehát, hogy igazából csináljunk ellene valamit. Csináljunk valamit az ellen, hogy ezt hogy lehet megcsinálni. Azért említettem a beszédcselekvés szintereit, kávéházak, kocsmák, mert ott valamit lehet csinálni. Lehet hatni a másikra, a virtuális térben nem. És a beszédcselekvésnek azt a módját próbáltam így megfogalmazni, hogy beszorítottak az érintkezés nélkül társadalomba. Egyébként abszolút egyetlen, szerintem a legéletveszélyesebb része ez a Covid managementnek éppen az volt, hogy rá tudjuk venni tényleg az embereket arra, hogy ne mozduljatok ki, és csak interneten keresztül kommunikáljatok. Tehát ez a legveszélyebb. Ami bármikor korlátozható. Ami bármikor korlátozható. Tehát az, hogy kimehetek a házamból, lakásomból. Tehát szerintem, és bár ez hülyén hangzik, de az egyszerű mezei emberek tekintetében az ellenállás első lépcső az, hogy ezt nem fogadjuk el, hogy én csak bezárva élhetek. Tamás, cselekvésről még beszéljünk, hogyha lehet. Igen, de Tamás azt mondod, a cselekvésről beszélünk, Tamás azt mondod, hogy a világpolitikai és társadalomtudományi elemzések szerves részévé kell tenni a globális elit intézményeit és tevékenységét. Igen, ezt úgy elképzelem, amint mondjuk a nagy egyetemek, amelyek ennek a globális elitnek abszolút részei, azok hirtelen elkezdik hát elemezni a globális elit. Azért érdemes nekünk, tehát amit mi csinálunk, az valójában az embereknek az ébresztgetése, és én azért tartom ezt fontosnak, mert minél többen elkezdenek ezen gondolkodni, és látják, hogy már túljutottunk bizonyos határokon, és most már nagyon kevés az idő. Ugye azt készítjük valójában elő, hogy ha és amennyiben lesz nekünk valaha is közös döntési lehetőségünk, akkor jól döntsünk. Nem tudjuk, hogy lesz-e olyan, hogy az ország, a nemzet valamilyen döntési lehetősége lesz, de annak az arra való felkészülésre hosszú-hosszú idő, ahhoz képest, hogy eddig teljesen sötétségben és összeesküvés elmélet hívőnek tartott profétákkal voltunk körülvéve, és én magam is azt hittem egy évvel ezelőtt, hogy ezt lehetetlen megcsinálni, és egyszer csak ráébredtem, hogy nem, hogy lehetetlen megcsinálni, itt van a nyakunkon, ugye, tehát ezért ébrezgetni érdemes.
Na most ugye az, hogy hogyan lehet ebből kilépni, hát az Európai Unióba bent maradunk, az látszik, ugye, hogy az egész európai média olyan mértékig van uralva. És az európai vezetés, ez a 68-asok és az a fajta hálózat, akik, tehát ezek az emberek nem rossz féle emberek, tehát ezek az emberek gyerekkoruk óta hisznek ebbe az ideába, és reggel, amikor fölkelnek és borotválkoznak, akkor ők azt gondolják, hogy ők valami fantasztikus jót fognak tenni a világgal, tehát ezek nem megátalkodottak, hanem ők igazán ilyen lélekből, szívből cselekvő. Na jó, de ez a komolyan vett utópia. És ezért igen. Az Európai Unión belül nem nagyon van lehetőség, mert úgy tűnik, hogy az országok nagy többsége, hanem az összes nyugati ország vezetése és népessége meg van dolgozva, és vezetése ezt a követ fújja. Ugye nem csak, szerintem nem csak erről van szó, tehát az egyik ez a hívők közössége, ugye, akikről beszélsz, a 68-asok, hogy egy részük valóban komolyan hisz ebben az utópiában. De a másik az, és Európa problémája az, hogy gyakorlatilag ugye amerikai ellenőrzés alatt van. És alapvetően ezeket elfelejtjük, ezeket a dolgokat, de ezt nem összeesküvés elmélet hívők írták le, hanem a 90-es években Bill Clinton azt mondta, mert nem ezekkel a fogalmakkal, hogy az internet az amerikai hegemónia eszköze. Ezt az amerikai hadsereg fejlesztette ki, és most nézzük meg, hogy mi van. Tehát tudunk-e olyan közösségi média felületet mondani most a TikTokon kívül, ami nem az amerikaiak kezében van. Nem, nagy komolyan vehető közösségi. Van, akkor azt gondoljuk, hogy az például Bertelsmann alapítvány az például német kezekben van, akkor tévedünk. Háttér. Vagy Németország német kezekben. Itt volt az IVIV. El is törölték. A cégeink háttértárolói és egyebek Amazon, is valószínűleg. Az Amazon, a legtöbb szerver. És amerikai. Így van, a legtöbb szervert ugye az Amazon szolgáltatja, ami szintén amerikai. Tehát a helyzet az, hogy csak azt akartam mondani, hogy ugye amikor ezekről a dolgokról beszélünk, lássuk, hogy mi az, ami tényszerűen ez a hegemónia, ez az amerikaiaknak a kezében van, és ugyanígy az amerikaiak kezében van, ahogy én látom az európai vezetés nagy része is. Ha egy picit hadd árnyaljak, nem tudom, mennyire figyelitek a reklámokat, én leginkább ezt szeretem a tévében. A legutóbbi, ugye ez a K&H, bocsánat, egy bank reklámja, ahol gyakorlatilag azt mondták, hogy használd a telefonodat, csak azt használd. Én most hozzáteszem, hogy mert azt bármikor elérem, és bármikor letörlöm. És teljesen mindegy, hogy melyik világcég tördi le, ővé lesz az a hatalom, amit rajtam keresztül, pici kis elemekkel összeszedett. Én szedtem össze, ő tördi le. Ez most gyakorlatilag egy olyan besurranó betörés a lelkembe. És amit a Béla mond, azt egyébként ennek a fő próbáját már megcsinálták 2016-ban, amikor amerikai újságírókat, meg véleményvezéreket fosztottak meg minden platformtól, igen, és a saját pénzüktől is, ami ugye közösségi finanszírozásban érkezett, tehát PayPalon, meg egyebeken keresztül, most nem tudom, nem lehet, hogy nem PayPalon, de más ilyen adományozó szerveken keresztül érkezett, a saját pénzüktől is elvágta őket. Ennek a fő próbája megvolt, ez átment, és mindenki azt mondta, hogy hát ez történt sajnos. Azért Sztálin azt hiszem, hogyha most így ránézne erre a világra, akkor... Csurogna a nyála, igen. Így ő nem tudott ellenőrizni. Ezek a világegyesítő törekvések, ugye, tehát tényleg akár Sztálin vagy Adolf Hitler, akinek szintén hasonló ilyen Egyesült Európa víziója volt, tehát mindketten mind a tíz ujjukat megnyalnák, hogy ilyen eszközök állnak rendelkezésre. Igazából a múltat végképp eltörölte az internacionális, de most meg is valósul. Két dolgot itt a levegőben hagytuk. Egyrészt ki fogja majd elvégezni ezeket a társadalompolitikai elemzéseket? Ti láttok-e ilyen lehetőséget, ilyen törekvéseket? Hát ez egy persze egy nagyon nehéz kérdés, mert tényleg valaminek az elején vagyunk. Mert meg kell csinálni az elemzést, és nyilvánosságra kell hozni. Pontosan, és ehhez bátorság kell. El kell juttatni minden embert. Jelen pillanatban ehhez bátorság kell, mert még mindig azzal nézünk szembe, hogy a tudományos karrier mehet tönkre sokaknál, főleg fiataloknál, hogyha elkezdenek ilyen dolgokkal foglalkozni, és ennek állandóan jele van. Figyelem én is a nemzetközi ösztöndíjakat, bár már nem igazán. Figyelem, igazi lázadók most figyeljenek, nem? Mert a globalista elit pénzén lázadni valami ellen, mondjuk egy nemzetállam ellen, hát az nem egy nagy ügy. Pontosan. De igazi lázadás a globalista elit ellen. Hagyj mondjak egy érdekes dolgot, hogy ugye azért itt a globális felmelegedés okai körül is azért nagyon nem szeretem azt, hogy egy tökéletesen egyoldalú vélemény, amit az ENSZ-nek ez a bizonyos kormányközi testülete nyom, csak azt lehet elfogadni. És a Szarka László Csaba, aki egy nagy akadémikus, aki egy alternatív véleményen rendelkezik a globális felmelegedés okairól, és azt mondja, hogy nem az emberi lábnyom okozza ezt, hanem nagyon bonyolult folyamatok. Miért nem lehet erről például vitatkozni? És volt egy jó mondás az akadémikus úrnak, azt mondta, hogy
általában nyugdíjasok vernek beszélni ezekről a dolgokról, a 20 évesek, 30-asok, 40-esek meg nem merik elmondani, hogy esetleg más gondolnak a globális felmelegedés okairól, mint a hivatalos, mert ők ugye sokat veszíthetnek. Na, szóval kik csinálják meg ezeket a Ez még ráadásul csak a tudományos oldalán, engem meg az érdekel, hogy politikailag hogyan lesz szembenállás ezzel szemben, és csak azokra tudok gondolni, akik ilyen renegátok, és akiket így ki fognak tagadni mindenhonnan, hogy azok nem szalonképesek, meg nem tudom, nacionalisták, meg populisták, meg nem tudom én kicsodák, akik nem szeretnék ezt a fajta víziót. Egy ország tud elindítani valami ilyent? Tehát például Magyarország tud elindítani. Szerintem Magyarország egyébként azért szúrja ennek az elitnek a szemét, mert ez egy példa. De tehát, nyilván Magyarország egyrészt nem atomhatalom, nem hatalmas gazdasági vagy katonai hatalom, tehát nem ilyesmivel szúrjuk mi a szemüket, hanem hogy mi nem szeretnénk ebben részt venni. És ez valószínűleg, tehát mint alternatíva állítás, úgy részt tudunk. Egyedül kevesek leszünk azért hosszú távon. Harcmoduruk nagyon érdekes egyébként, ahogy ha szúrjuk a szemüket, akkor hogy hogyan tudnak bennünket ellehetetleníteni ugye a világban. És ott van a Harari nevű ember, ugye, aki ha beszél, akkor egyből a világ sajtóba beszél. Tehát ő neki megvan ez a lehetősége. Ellentétben mondjuk a magyar miniszterelnök, aki egy act lockkal, ugye, tehát ő a helyi be tud beszélni. Valamelyest azért már kilóg, de nagyon szűkösen. És az a Harari most azt mondta a napokban, ugye, hogy Orbán Viktornak az ideológiája teljesen téves, mert ő ahhoz ragaszkodik, hogy csak magyar teljesítményre építsük a világot, és miközben ragaszkodik, azért nem engedünk be migránsokat, mert ugye pedig ha nem engedünk be migránsokat, akkor a kereszténységet se alkalmazhatnánk, mert az nem magyar, mert az Közel-Keleten írták, héber és görög nyelven, és ezért a kereszténységet hogy merjük alkalmazni, és hogy lehet, hogy valaki egy olyan országot épít, ahol csak is magyar tudósok teljesítményre, csak is magyar teljesítményre akarja az egész országát felépíteni. És ez a harcmodor, hát ez nagyon erőltető, ugye, hogy ő, de a világban is elterjeszt valamit, ami egyáltalán nem igaz, és úgy állítja be a mi országunkat vezet, mint egy mucsai, ugye, utolsó ember, ugye, aki semmihez nem ért a világon, és utána még rá is teszi a pecsétet, hogy ez egy butaság, amit itt mi csinálunk, és ez hihetetlen érdekes, nem? Nem tudom, igazából én csak annyit szerettem volna mondani, hogy a kétkedés joga megmaradt Magyarországnak és Közép-Európának. Mi mindig, hát ahogy ez a futottak, még Ady Endre fogalmazta, ez a kompország vagyunk. A gondolatok és a megvalósítás, a cselekvés között. Na most azt gondolom, hogy ez az, ami zavaró. Tehát meg is tudjuk valósítani, amit kigondoltunk. Pontosan a kétkedésünk mentén. Ugye Neumann János fogalmazta meg a számítógép mentén, hogy hát a közép-európai, mert ezt meg lehetett volna oldani két dologgal, de hát ő tudta, hogy az egyik biztos fog romolni, ezért lett három megkötése a számítógépnek. Na most pontosan ez az, ami szerintem egyfajta megoldás. Annak a gondolkodásnak a bebiztosítása, ami alternatívákat állít fel valamivel szemben. Nyugat-Európa egyfajta üzemszerű működést próbált magára erőltetni, és ez működött is. De akkor, amikor átvették azt a működést, hogy csak így tud működni a dolog, ez a nyugat-európai üzemszerű működés megszűnt, és átkerült ebbe a komp területre, Közép-Európára, ahol gyakorlatilag minden ilyen megoldás egyfajta alternatívaként jelent meg. Csak a török harcokra gondoljunk, csak arra, hogy gyakorlatilag például Lengyelországot az elmúlt 2-300 évben jobbra-balra tologatták egy 50-60 kilométerrel, tehát alkalmazkodni. Meg 200-al? Hát, hol így, hol úgy, most a bocsánat, hogyha ez pontatlan volt, de hogy ha belegondoltok, akkor abban a térben alkalmazkodni kellett alternatívákkal. És ha megnézzük, hogy a különböző közép-európai nemzeteknek hol vannak a kulturális központjai, Kolozsvárot, Vilnában, vagy éppen máshol, ezek a kulturális központok, színházi központok ma már nem biztos, hogy annak az országnak a részei, ahonnét ez elindult. Például ugye, ha Csehovra gondolunk, akkor a Sirályban, Harkovra a célzás, hogy a orosz színház központja. Most éppen küzdenek azzal, hogy hova tartozik. Miközben orosz színház nincs Harkov nélkül, és nincs olyan beszédcselekvési szintér,
hanem Harkovban fogalmazódik meg mindez. Ez a háború, most hogy ezt említed, ez a háború, ami most zajlik, ez beilleszthető ebbe az elszegényítési, meg az a válaszokat leszűkítő hát folyamatban? Gondoljátok el, hogyha valaki látta a Patyomkin páncélost, az eszébe nem jut ez Istennek, hogy úgy eszállni az orosz kultúra részének egy zsidó-orosz városnak írja le. A Patyomkin páncélos pontosan erről szól. És bocsánat, igen, egy mondat, bocsánat. Hogyha az Untouchable-ről gondolunk, ugye Magyarországon, aki legyőzte Al Capone címmel játszották, talán emlékeztek, a végén lejön az a babakocsi, ami lejön a Patyomkin páncélosba is. Na most az egy városnak a jelképe is a filmnyelvben. Hogyha ezt is kitöröljük, már pedig kitöröljük az összekapcsolódását, akkor bármit elmondhatunk. És azt gondolom, hogy akkor, amikor nem beszélünk a két háború közötti sztálini gonosztetről, Ukrajna gyakorlatilag kiéheztetéséről, akkor igazából nem értjük Donbasst magát sem. És nem értjük ezt az egész konfliktust. És akkor, amikor arról beszélünk, hogy a nyelv mennyire fontos, nem csak nekünk magyaroknak, hanem az oroszoknak is. Az a kultúra, ami abban a térben létrejött, kapcsolódik egy hagyományos orosz nyelvi kultúrához. Ahogy azt gondolom, hogy Kolozsvárt sem lehet elválasztani a magyar kultúrától. Ezek kulturális részek. Az, hogy most ez a háború igazságos vagy nem igazságos, ezt nem kell eldönteni. A háború sohasem igazságos, akárki indítja. De azért tovább gondolva ezt, amit mondasz, mert ebben igazad van, csak azért aktuál politikailag, persze, ha megnézzük ennek a háborúnak a jelentőségét, akkor számomra nyilvánvaló, és távlatilag is számomra nyilvánvaló, hogy Oroszország az útjában áll egyébként a globális, persze, elitnek. Tehát Oroszország, az orosz kultúra, ha azt vesszük, de azok az értékek, amit azért Putyin is képvisel, és százszor elmondott, hogy a kereszténység védelme, az európai értékek védelme számára nagyon fontos. Ő Európára nem haragszik, sőt, ő Európával szeretne együttműködni. Másfelől a nemzet tudat, az erős nemzet tudat megőrzése. Tehát nyilvánvaló számomra, hogy ez a háború áttételesen nem pusztán úgy proxy háború egyébként, hogy nem ukrán-orosz háború, uh-huh, hanem az Egyesült Államok és Oroszország háború, nem csak így proxy, uh-huh, hanem úgy, hogy az Egyesült Államok, a demokraták, és ezt hangsúlyozzuk azért, mögött ott van a globális elit is, amelyiknek érdekében áll Oroszországnak a gazdasági elpusztítása, háttérbe szorítása. És ezt nem is ugye, az Egyesült Államok ugye az egész Nyugat-Európát maga alá tudta gyűrni, tehát az Európai Uniót úgymond, beleértve bennünket is az Unión által. Itt még van egy pici lázongás, de az mi vagyunk a kerekítési hiba, és ha Oroszországot sikerülne megroppantani, akkor már semmi nem állja a útjába, ha Kína ugye eleve már ennek a részévé válik, és ez a háború, ez egy orosz Egyesült Államok háború itt nálunk. De lehet, hogy egy kicsit a vége felé vissza kéne térjünk, hogy mit érdemes csinálni. Az a helyzet, hogy a vége felé vagyunk, úgyhogy lehet, hogy egy következő alkalommal, de pár szó azt még lehet róla. Én azzal kapcsolatban szkeptikus vagyok, hogy mondjuk Putyin mennyire őszintén képviseli a keresztény értékeket, mondjuk legalább annyira vagyok szkeptikus, mint amennyire az Amerikai Egyesült Államok befogadó liberális demokrata szövegeivel szemben. Tehát a Putyin az azért egy megfontolt hatalomtechnikus, de olyan értelem, mert szerintem fontos ez a háború, amiről kevesebbet beszélünk, hogy itt zajlik egy olyan meccs, hogy oké, globalizáció, de hova fog húzni? Tehát mi lesz a globalizáció központja az elkövetkezendő évtizedekben? És ez egy tényleges mérkőzés, ahol ugye az amerikaiak meg az oroszok szemben állnak. Költöztetni, nem egy országban, és szemben, egy szemben állnak egymással, és egyébként egyáltalán nem biztos, tehát ugyanúgy, ahogy az Európai Unió eléggé ostoba módon ugye már előre megmondja, hogy mondjuk autógyártásban melyik technológiai lesz a jövő, ami hülyesség, mert senki nem csinálja, itt csak Európa. Ugyanúgy meg akarják mondani, például az amerikaiak, hogy örökre 1991 van, és örökre ez az unipoláris pillanat, örökre Amerika a globalizáció vezető hatalma. Az a kérdés, hogy ez tényleg így van? Mert lehet, hogy nem így van. Lehet, hogyha megnézzük, hogy hogyan alakulnak itt a dolgok az ukrán háború kapcsán, ugye mi mindig azt halljuk, hogy mi kilógunk a sorból ezzel az ilyen külön véleménnyel, meg hasonlókkal, hogy nem támogatjuk teljes lelkesedéssel az amerikai célzatú támadásokat Ukrajnában, de nézzük már meg, hogy mondjuk a világ népességének nagy részét
adó országokban mi a helyzet? Hogy viselkedik Kína, hogy viselkedik India, hogy viselkedik Szaúd-Arábia? Szaúd-Arábia. A BRICS országok. Lehet, hogy a végén is itt kellene maradni ennél a témánál, de bocsánat, csak... De most a végén vagyunk, és hogy az Imrének igaza legyen, címszavakban 2 percünk van körülbelül, mindenki mondja el, hogy mit lehet tenni, vagy mit kell tenni. Imre, veled kezdjük, Tamás a végén. Ugye, egy abban is lehet bízni, hogy valami baj történik az ő oldalukon, és meghal valaki, összevesznek, tehát az idővel is játszani kell, de kell keresni külső szövetségeseket országként, mert egyébként kis ország vagyunk, és hogy olyan szövetségeseket, akikkel össze tudunk fogni, és közösségeket kell építeni itt bent országon belül, olyan emberek közösségét, akik együtt tudnak, egymást bátorítják, gondolataikat össze, és az értékeket megtartják, tehát én ezt látom. Béla? Identitás kétkedés. Mászunk ki néha az internetből. Minél több információ az emberek felé, és vegyük észre, hogy egyre többen lázadnak fel egyébként egyéni szinten, és egyre több a tüntetés bizonyos intézkedésekkel szemben. Tehát minél többen megkapják ezeket az információkat, annál inkább számíthatunk arra, hogyha majd meghoznak brutális intézkedéseket, akkor azt mégis a tömegek azért nem fogják elfogadni. Jutalomból, mert ilyen rövidek voltatok, még van egy-egy mondatra lehetőségek. Identitás, milyen identitás? Nemzeti? Kétkedem, tehát létezem. Én csak arra céloztam, hogy a húsvéremberi kapcsolatainkat igyekezzünk erősíteni, a digitális és egyebek. Amit az Imre is mondott, tehát közösségek, húsvéremberi kapcsolatok, nagy családok, nemzeti kétkedni közösség. Kétkedni csak úgy lehet, hogyha érintkezek, méghozzá a valóságban. A virtuális térben nem lehet kétkedni, meg kikapcsolnak. Köszönöm a beszélgetést, szerintem folytatjuk még, mert azért ezeket érdemes jobban is kifejtenünk majd ezt a mit lehet tenni dolgot is. Nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést, kedves nézőink. Önök az Ez itt a kérdés látták műsorunkat, újra nézhetik a mediaclick.hu-n és a YouTube-on is természetesen. Az Ez itt a kérdés következő adásában a mesterséges intelligencia által írt magyar népdalról beszélgetünk, identitás. Kollégáim nevében is köszönöm egész heti megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra. Thank you.